Üdvözlöm Önöket, ez a világhíradó az ATV-n. Újabb halottja van a kormányellenes tüntetéseknek Venezuelában, ezzel 38-ra nőtt az áldozatok száma. Ismét több százezer ember vonult Caracas utcáira, hogy Maduro elnök leváltását követelje. A dühös tömeg egy új fegyvert is bevetett a rohamrendőrök ellen. A tüntetésen letartóztatott civileket a hatóságok katonai bíróság elé állítják. Gázmaszkkal felszerelkezett kormányellenes tüntetők Caracasban. A különleges eszközre nem véletlenül van szükség. A befőttes üvegekben lévő sárgás-barna folyadék nem más, mint állati és emberi fekália, valamint vizelet. Helyi beszámolók szerint az új típusú fegyver meglepően hatékonynak bizonyult az első bevetésen. A rohamrendőrök távol maradtak a demonstrálóktól, komolyabb sérülés pedig nem történt. Az egyenruhások vízágyukkal és könnygázgránáttal válaszoltak a tiltakozók támadásaira. A kormány olyan sokat elvett tőlünk, hogy többé nem félünk kimenni az utcákra. 62 éves vagyok, és mégis kijöttem, az életkorom sem tart vissza. Megölték a gyermekeinket, nem maradhatunk csöndben, mondja ez a tüntető. Az elmúlt hónapokban összesen több millióan tüntettek Nicolás Maduro szocialista rendszere ellen, miután az országban soha nem látott gazdasági válság uralkodik. Az eddigi összecsapásokban már 38 ember vesztette életét, több mint 700-an megsebesültek, 1800 tüntetőt pedig letartóztattak. Az ellenzék szerint a halálesetekért közvetlenül a kormánya felelős. Néstor Reverol belügyminiszter, te vagy a főfelelős a Venezuelában történt halálesetekért. Egy gyilkos miniszter vagy, mert a halálért nem csak az a felelős, aki megöli az embert, mondja ez az ellenzéki parlamenti képviselő. Az emberek fölháborodása érthető. Annak ellenére, hogy Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb kőolajkészletével, a mindennapi élet teljesen lehetetlenné vált a dél-amerikai országban. A súlyos gyógyszer és élelmiszer hiány mellett a tavalyi 800%-os infláció keseríti az emberek életét. Közben az egyik ellenzéki vezető arról beszélt, a katonaságon belül is formálódik egy felkelő csoport. 85 katonai tisztviselő és a családtagjaik megkértek, hogy tudassam a sajtóval. A hadseregen belül formálódik egy csoport, amely a mostani alkotmány védelmét tartja a legfontosabb feladatának, mondta az ellenzék egyik vezetője. Az egyre nagyobb létszámú és intenzitású kormányellenes tüntetésekre azonban a kormány is egyre agresszívebben reagál. A legújabb eljárásmód szerint a letartóztatott civileket katonai bíróság elé állítják. A döntést az ellenzékinek számító venezuelai főügyész mellett az Egyesült Államok, az ENSZ és az Európai Unió is elítélte. A venezuelai válságról Korvin Tiborral, az ATV külpolitikai szerkesztőjével beszélgetünk tovább. Szervusz Tibor! Szervusz Géza, köszöntöm a nézőket! Tibor, a nemzetközi szervezetek tiltakozása számít valamit a venezuelai kormánynak? Hát, hogyha a legújabb esetet vesszük, például a civilek katonai bíróság elé állítását, akkor azt láthatjuk, hogy egyáltalán nem érdekli őket. Az Amerikai Államok Szervezetének főtitkára, aki a Maduro rezsim egyik legfőbb kritikusa lett az elmúlt években, egy videóüzenetet küldött a caracasi kormánynak, amelyben szó szerint azt mondta, hogy a civilek katonai bíróság elé állítása a diktatúrák gyakorlata. Azonban sem az ő, sem az ENSZ és az Egyesült Államok tiltakozása nem ért el eredményt ezen a területen sem, csak az elmúlt napokban több mint 50 kormányellenes tüntetőt állítottak ilyen katonai bíróság elé. Egyébként a világhálón számos riport és beszámoló jelenik meg arról, hogy maguk a tüntetők hogyan élik meg ezeket a hónapokat. Többen elmondták, hogy a rendőrség bármikor betörhet a civilek lakásaiba, házaiba, és úgy tetszik nekik, elvihetik az általuk bűnösnek talált embereket. Ugye, de az egyre erőszakosabb eseményeken felül a gazdasági helyzet is folyamatosan romlik az országban. Egyértelműen igen, és a rossz kormányzati reakciók miatt jelenleg nem is lehet megtippelni, hogy a folyamatnak hol lehet a vége. Számos olyan adat és statisztika jelenik meg napról napra, amely a válság mélyülését támasztja alá. Legújabban napvilágot látott, hogy a gyermekhalandóság 30, míg a születéskor bekövetkezett anyasági halandóság 65%-kal emelkedett csak az elmúlt egy hónapban. Ezek megdöbbentő számok, és szakértők szerint egyértelműen az akut gyógyszerhiány alának összefüggésben. Az olyan betegségekből is egyre többet diagnosztizálnak, mint a malária vagy a diftéria. Helyi jelentések szerint a civilek tömegesen hagyják el az országot végleg vagy átmenetileg, amíg gyógyszerhez jutnak külföldön. Arról nem is beszélve, hogy az egyre romló egészségügyi állapotok miatt rengeteg orvos is emigrált Venezuelából, ami szintén ront a betegek esélyein.
Meg kell jegyezni azt is, hogy erre a probléma halmazra Maduro elnöknek az a válasza, hogy a politikai ellenzéke halmozta fel a gyógyszereket titkos raktárakban, hogy ezzel is alássák a hatalmát. Nyilván egy diktátornak mindenre van válasza. Köszönjük, Tibor. Köszönöm. Tízezrek tiltakoztak szerdán Buenos Airesben a legfelsőbb bíróság egyik vitatott ítélet ellen. A testület döntése lehetővé tenni, hogy hamarabb szabaduljanak a börtönből azok, akik emberiesség elleni bűnöket követtek el az 1976-tól 83-ig tartó katonai diktatúra idején. Tömegek tüntettek szerdán az argentin fővárosban a legfelsőbb bíróság május 3-ai ítélete ellen. A testület az emberiesség elleni bűnök elkövetőire is kiterjesztett egy argentin törvényt, amivel lehetővé tette, hogy korábban szabadulhassanak. Nagyon felháborít, hogy erőszaktevőket, gyilkosokat és emberkínzókat engedhetnek szabadon a döntés miatt, ami ellen harcolni fogok. Ezért jöttem el erre a demonstrációra, mondta egy tüntető. A törvény értelmében 2 évnyi börtön után duplán számítanak azok a napok, amiket az elítélt még az ítélete előtt fogságban töltött. A legfelsőbb bíróság egy olyan férfi javára terjesztette ki, akit 2011-ben 13 év börtönre ítéltek, mert a katonai diktatúra alatt elrabolt és megkínzott 5 embert. Jogaink védelméért nem adjuk fel követeléseinket. Mindenhol felemeljük hangunkat a felejtés ellen, hogy véget vessünk a provokációnak, mondta a diktatúra idején elrabolt és illegálisan örökbe adott gyerekek felkutatásáért küzdő civil szervezet elnöke. A kongresszus elfogadott egy törvényt, amely megakadályozza, hogy a jövőben lerövidítsék a börtönbüntetését azoknak, akik embereket raboltak el, kínoztak vagy öltek meg a katonai diktatúra évei alatt. Gratulálok a kongresszusnak, hogy ilyen gyorsan feloldotta a jogi helyzetet, amit ez a szerencsétlen törvény okozott, amit mindig elleneztem. Ahogy bármit, ami a büntetlenséget szolgálja, főleg amikor emberiesség elleni bűnökről van szó, mondta az elnök. A latin-amerikai országban 1976-ban a fegyveres erők puccsot hajtottak végre, amely után elnyomták a baloldali ellenzéket. A piszkos háborúnak nevezett időszakban egyes becslések szerint 30 ezer ember töltek meg. Nem mondott le Izrael elpusztításának tervéről a Hamas, jelentette ki a gázai övezetet uraló terrorszervezet egyik alapítója és vezetője. Mahmoud al-Zahar szerint a május 1-én Katarban bemutatott nyilatkozatuk nem mond ellent 1988-as alapító okiratuknak, amelyben a zsidó állam elpusztítását tűzték ki célul. A nyugati sajtó úgy értelmezte a dokumentumot, hogy a Hamas ideiglenesen hajlandó lenne elfogadni egy független palesztin államot az 1967-es határokkal. Mahmoud al-Zahar szerint ez sértés rájuk nézve, mert ellentmond hitüknek és politikai meggyőződésüknek, ami megingathatatlan. Mint mondta, 1 milliméternyi földet sem hajlandók átengedni a zsidóknak, akiknek fennhatóságát nem ismerik el. Izrael már a katari dokumentum bemutatása után jelezte, hogy a Hamas csak megtéveszti a nemzetközi közvéleményt. Nem csitul a vihar James Comey korábbi FBI igazgató menesztése körül, miközben többen már azt találgatják, hogy kit fog jelölni a pozícióra Donald Trump. A demokraták közben Watergate ügyet emlegetnek. Szerintük az egész eset ahhoz hasonlít, mint amikor Nixon elnök utasítást adott a Watergate botrányt vizsgáló ügyész menesztésére. Közben az iráni alelnök szándékos feszültségkeltéssel vádolta meg Trumpot. Teherán attól tart, hogy az amerikai elnök júniusban újra életbe lépteti az iszlám köztársasággal szembeni felfüggesztett szankciókat, ami az ország szerint komoly csapást jelentene az atomegyezményre. Néhány száz demonstráló gyűlt össze szerdán a Fehérház előtt, hogy az FBI váratlanul menesztett igazgatójának a kirúgása ellen tüntessen. Donald Trump húzása szinte mindenkit felkészületlenül ért, és alaposan megkeverte a kártyákat. Most például azok a demokraták álltak ki James Comey mellett, akik néhány hónapja még Hillary Clinton vereségének egyik legfontosabb okaként tekintettek a szövetségi nyomozó iroda héten menesztett vezetőjére. Az ügyben Vladimir Putin is megszólalt. Semmilyen következménye nem lesz ennek a két ország kapcsolatára nézve. Trump elnök a ráruházott hatalom alapján jár el, ehhez nekünk semmi közünk, fogalmazott az orosz elnök, akit egy amatőr jégkorongmeccsre készülve ért el egy amerikai tévéadó riportere. Donald Trump több közösségi média üzenetben vette védelmébe az igazgató elbocsátását, és azt ígérte, olyan embert keresnek Comey helyére, aki visszaállítja az FBI hírnevét.
A republikánus házelnök pedig arról beszélt, a tisztviselő több konzervatív és demokrata képviselő bizalmát is elveszítette. Az elnök türelme elfogyott, és az igazságügyi minisztériumban dolgozók bizalma is elpárolgott Comey felé. Az elnöknek meg kellett akadályoznia azt, hogy az FBI-ja teljes zűrzavar állapotába süllyedjen, jelentette ki Paul Ryan. A nyomozóiroda névtelenségbe burkolózó magas rangú forrásai szerint az FBI-nál így is kaotikus állapotok alakultak ki. A szervezet legfelsőbb szintjein is azt találgatják, ki lehet majd az utód. Az szinte biztos, hogy nem a posztot ideiglenes jelleggel betöltő igazgató helyettes lesz az iroda vezetője hosszabb távon. Lehetséges jelöltként felmerült a képviselőház hírszerzési bizottságának korábbi vezetője és Rudy Giuliani egykori New York-i polgármester neve is. Donald Trump szerdán Szergej Lavrovval találkozott. Az amerikai elnök mellett az orosz külügyminiszterrel találkozott Henry Kissinger, a legendás egykori amerikai külügyminiszter is. Halálos tragédia történt egy esküvőt követő vacsorán az észak-nyugat-indiai Rajasthan szövetségi állam egyik városában, Bharatpurban. A heves esőzések miatt meglazult a talaj a házasságkötő teremnél, amelynek 3,5 méter magas fala vacsora közben ráomlott a vendégekre. Legalább 23 ember meghalt, köztük 5 gyerek, és 30-an megsérültek. Az indiai miniszterelnök Twitter oldalán részvétét fejezte ki az áldozatok családja felé. Az ázsiai országban az esküvők kiemelt események, amelyekre a szegényebbek is igyekeznek minél több vendéget hívni az erre a célra épített házasságkötő termekbe. Újra megvillantotta jégkorongozói tudását Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök szerdán gálamérkőzéssel lépett pályára a Szocsiban épült Bolsoi jégcsarnokban. A városban rendezték a 2014-es téli olimpiát, ami kiemelt presztízsberuházás volt Putyin számára. Az évente megrendezett eseményen volt olimpikonok is szoktak játszani, de pályára lépett mások mellett az orosz védelmi miniszter is. Putyin csapata 17-6-ra nyert, az elnök összesen 7 gólt lőtt. A vesztett csapatban több régi barátja játszott, köztük a leggazdagabb orosz oligarchák. Szakértők szerint a hasonló média események célja, hogy a 64 éves Putyint életerős emberként ábrázolják, aki továbbra is alkalmas országa vezetésére. Magyar katonákat, rendőröket és terrorelhárítókat is oktat majd Magyarországon Izrael egyik leghíresebb karate és krav maga kiképzője. Ronny Kluger, magyar származású mester, egy hetet tölt majd egy vidéki kiképzőbázison, és a világ minden részéből érkeznek majd karate mesterek, hogy nála tanuljanak és vizsgázzanak. Tony Kluger exkluzív interjút adott stábunknak, Izraelből Novák András tudósít. Ronny Kluger, magyar származású karate oktató, egy külön bemutatót tartott stábunknak, 45 éve tanít Izraelben karatét és krav magát, azaz professzionális katonai önvédelmet. A zsidó állam rendvédelmi szerveinek és a különböző titkosszolgálatainak tart kiképzést. A módszerét 8 különböző országban használják és oktatják. Magyarországon pedig kommandósokat, katonákat és privát biztonsági cégek alkalmazottjait is tanítja Ronny Kluger. Stábunknak arról beszélt, hogy ismét Magyarországra jön. Magyarországon 87 óta minden évben, többször egy évben jövök tanítani a iskolánkat, és Miskolci Attila Rencsi haddanos mester vezetésével folyik a magyar szekció vezetése. Ezen kívül 87 óta én nagyon-nagyon komoly és közeli kapcsolatban vagyok a Magyar Karate Szövetség több tagjával, több stílusával, és az IBSS-en a biztonsági körökben is sokat dolgozunk együtt, és nagyon sok kiképzés megy a magyar állami, félig állami és magánszervezetek körébe is, mint katonai önvédelem. Maga. Mi abban vagyunk különbek a millió különböző stílustól, iskoláktól, hogy nem sporttal foglalkozunk, hanem harcosok képzésével, a legősebb, régi hozzáállással. Egy harcost képezni egyik oldalról fegyvert csinálok belőlük, másik oldalról hogy kell élni. Hogy kell életben maradni, és hogy kell élni. A világ egyik leghíresebb oktatója azt is elmondta, hogy Magyarországon mind katonákat, mind pedig a terrorelhárítás tagjait is tovább képzi majd a következő hónapokban. Gyömrön 4,5 napos edzőtábor,
80%-on felül feketeöveseknek, de részt vesznek mások is. Az iskolánk tagjai összegyűlnek, és főleg a szenszelyek, a tanárok a világ minden részéről összegyűlnek ünnepelni. Magasfokú edzés, vizsgák, elméleti oktatás, és tervezni az következő 50 évet, ami előttünk áll. Ronnie Kluger azt mondta, egyre több tanítvány érkezik hozzá Izraelbe Magyarországról. Sokan vannak, akik akár több évre is kiköltöznek hozzá azért, hogy elsajátítsák az egyedülálló karate és krav maga módszerét. A Real Madrid lehet majd a Juventus ellenfele a Bajnokok Ligája júniusi fináliában. A Királyi Gárda az elődöntőben az Atletico Madrid ellen játszott. A szerdai visszavágóban ugyan 2-1-re kikaptak a városi riválisoktól, de mivel előtte 3-0-ra verték őket, így 4-2-es összesítéssel ők jutottak tovább. A Realnak ezzel lehetősége nyílt arra, hogy megvédje BL győztes címét, ami még egy csapatnak sem sikerült. Vezetőedzőjük Zinedine Zidane a szerdai visszavágó után azt mondta, tudta, hogy szenvedni fognak, de büszke rá, hogy bekerültek a döntőbe. Az Atletico trénere Diego Simeone szerint zavar támadt a védelmükben, és a riválisok ezért tudtak szépíteni. Mint mondta, erre a meccsre még sokáig emlékezni fognak. Önök a világhíradót látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!